Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Next level, mi változik az életedben? Ezt megtekintjük most ennél a jóslásnál. Itt ez a kártya középen utal arra, hogy hova kellene odafigyelni. Jelentheti a jelenlegi helyzetedet, vagy a központi témát. Itt voltak a múltban nehézségek, problémák, korlátozások, de most ebből kilépsz, itt meg lesz ez a könnyűség, amire itt a lepkék utalnak, és a 10-es szám utal már egy új kezdetre. Amit a lepkék még jelentenek, az ősi kultúránál úgy látták, hogy ez szimbolizálja a mi lelkünket. Tehát itt lelki dolgokról is szó van. Lehet, hogy van köztetek egy kármikus kapcsolat, vagy egy ikerláng szerelem, és a lelketek összetartozik, és érzitek a mély érzelmeket. Mi volt a múltban, mit kell lezárni, mi fog változni? Először megtekintjük a múltat. Itt ez az uralkodó nő jelentheti azt, hogy uralkodsz a helyzet felett, a gondolataid felett, az érzelmeid felett, de azt is jelentheti, hogy van itt egy külső befolyás, vagy nálad, vagy nála, és valaki megpróbál rajtatok uralkodni, vagy parancsolgat. Itt látható, hogy valami fogva tart téged, vagy őt, vagy mindkettőtöket, mert úgy érzitek, ez jelenti a biztonságot. Ez lehet a munkahely, vagy egy lakhely, vagy egy családi kapcsolat, vagy egy pártkapcsolat, de minden olyan szűkös, és az a fontos, hogy ki kellene lépni ebből a helyzetből, hogy legyen egy új kezdet, ami itt látható, ami felszabadít benneteket. És itt lesz győzelem, siker, erre utal ez a kártya. Akkor is, ha vannak még kihívások, problémák, félelmek a háttérben, de itt változik most a helyzet. És most megtekintjük a jövőt. Itt ez a kerék utal a sors kerekére. Itt lesznek sorsdöntő találkozások, döntések, változások. És a következő kártyán ez a gyermek utal egy új kezdetre, hiszen a gyermekek ezt szimbolizálják. Ugyanúgy, mint itt a 10-es szám. Amit ez a kép még jelenthet, természetesen a gyermekeket is, de a gyermekkori emlékeket. Itt van egy kis nosztalgia, érzelmekről, emlékekről van szó. A szép emlékeket meg kell őrizni, ami viszont elszomorít, attól búcsúzz el. Ez a kép jelenti a vidámságot, a kapcsolatokat, ez lehet egy ünnepség, egy meghívás, vagy egy csoport, egy kreatív tevékenység a munkát illetően, ami viszont a párkapcsolatot illeti, kihatnak itt a kelyhek a szerelmi élet területére, és a kelyheknél mindig érzelmekről van szó, ahol megvan a kapcsolat kettőtök között, és ebből a kapcsolatból kialakul valami új, erre utal a 3-as szám, az lehet egy közös tevékenység, egy közös életút vagy célok, és ez nagyon örömteli. Mindenről szó lehet, ami kihat az életutadra, a sors utadra, és így látható a képen a jövő, mire számíthatsz, mi vár rád.
És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!